A Bátaszéki II. Géza 6-osztályos gimnáziumban farsangibált rendeztek, amelyre mi is ellátogattunk. A jó hangulatot már akkor megtapasztalhattuk, amikor a farsangolókat lestük meg készülődés közben. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy minek öltözött be az osztályod, illetve hogy ki találta ezt ki? Hát az osztály egy ilyen cigány családnak öltözött be, és egy közösen találtuk ki. És te ebben a családban kit képviselsz? Én vagyok a mennyasszony. Mikor gyakoroltatok? Hát a héten, az elmúlt héten gyakoroltunk főleg. Mindenki beöltözött az osztályból? Nem, van egy lány, aki hiányzik, és van 3 vidéki, aki sajnos nem tudott eljönni, mert más programja akad. De egyébként más mindenki beöltözött. Milyen produkciót fogtok bemutatni? Hát egy lakodalmat fogunk eljátszani, és mennyasszony, hát a többi ez meg majd úgy jön. Minek öltözött be az osztályotok? Cukinak. És ez mit akar ez a név? Van egy ilyen énekesnő, és aznak öltöztünk be. Hányan vagytok, akik beöltöztetek? 4. Esetleg valamilyen produkciót is bemutattok? Zenére fogunk bemenni, és úgy ugrálni. Ebben az évben most cirkuszosok vagyunk. Én vagyok az igazgató, és lesznek majd ilyen cirkuszosok. Milyen produkciót mutatok be, illetve miknek öltöztetek még be egy cirkuszon belül? De egy produkció az így nincs külön, csak felvonulunk, és nem tudom, különböző cirkuszosok, mutatványosok lesznek. A csoportos beöltözöttek mellett azonban találtunk valakit, aki az egyéni jelmezével szerette volna elnyerni a zsűri tetszését. Én most jelenleg szerzetes vagyok, vagy akár barát, de papnak is mondhatnak. Középkori szerzetesi ruhában vagyok. Lesz esetleg valamilyen produkciód? Nem, ez sima, hát hogy mondjam, csak sima felvonulásra megy ebbe, tehát verset, szöveget, vagy ilyesmit nem mondok. A diákok után a 11. osztályosok osztályfőnökét is kifaggattuk, ő mennyire híve a farsangi mulatozásnak. Ezt ők találták ki, nem én találtam ki, és minden évben valami ötlettel előállnak, és tavaly is megnyertük már a jelmezes bemutatót. Megszokott az, hogy a tanárok is beöltöznek az osztályjal együtt? Hát én igazából egyszer-kétszer találkoztam ilyennel, de annyira nem jellemző. De tavaly én beöltöztem velük. Az iskola vezetőségének édes teher egy farsangibál megszervezése. Én úgy gondolom, hogy minden intézménynek, minden iskolának az életében azok az események is nagyon fontosak, amelyek nem a tanításhoz kapcsolódnak elsősorban. Ezek a gyerekeket, diákokat közelebb hozzák egymáshoz, alkalmat adnak ismerkedésre, egymás jobb megismerésére, és hát a vidám szórakozásra is. Mennyire vált hagyománya ez a farsangibál? Hát én úgy látom, hogy a gyerekek igénylik az ilyen jellegű összejöveteleket. A tanév elején a szecskabál az igazában a kezdők részére szervezett, de az egész iskola részvételével, a szalagavatóbál az inkább a 11-12-esek. Ez is egy olyan rendezvény, amelyen mindenki részt vesz és szívesen vesznek részt. A bál megszervezésében a diák önkormányzat is kiveszi a részét. Lebonyolítása komoly előkészületeket igényel. A rövidebb farsangi időszakban a gimnázium szűkösebb tornatermében tartják a bált, most azonban az általános iskola jóval tágasabb ebédlőjében sikerült megrendezni a mulatságot. Egyeztetni kell a teremügyében, ennek megfelelően a takarítókkal, hogy előtte takarítanak, utána, amikor jönnek egyéb ilyen dolgok, kulcsot kell szerezni a teremhez, azután ugye zene, ami nagyon fontos a bulihoz. Ez is már, ha mondhatnám, egy jól megszokott társaság. Volt diákaink szolgáltatják a zenét, és az idén annyi különlegesség van, hogy szintén több volt diákunk játszik a zenekarban, a Bodega Rock Band is fellép a farsangi bulin, este 10 órától ők zenélnek. De egyébként már egy pár éve hagyomány az, hogy az utolsó órában ilyen rockzenei blokk szokott lenni, úgyhogy ez most élőbe megy. Tehát zene. Hát ezen kívül ugye, hogy nehogy kitikkadjanak az ifek, ugye akkor büfé. A másik dolog, belépőket el szoktuk dönteni, hogy mennyibe kerüljön, és tulajdonképpen egy tanári ügyeletet kell szervezni, hogy a bejáratnál ott legyünk, felügyeljük a dolgokat, és hát a jelmezeseket kell összeírni, összeszedni, általában nekik ingyenes a belépő, és akkor ha már jelmezesek vannak, akkor zsűri, és díjakról kell gondoskodni. Az eddigi években tortát kaptak a nyertesek, idén azonban időhiány miatt csokoládéval jutalmazták az első helyezettet.
Változó, hogy hány diák öltözik be, idén 4 csoportos és 1 egyéni jelmezest láthattunk, tudtuk meg Péter Pétertől. A bemutató előtt már gyülekezett a nézőközönség, a gimnazisták közül sokan voltak kíváncsiak a jelmezesekre. Nem szeretetek volna beöltözni? Nem. Ez az, hogy társaink beöltöztek, és mi csak így őket szeretnénk megnézni. Mi az, amit leginkább vártok a farsangi bálon? Hát jó zenéket, meg jó hangulat, barátnőkkel itt vagyunk. A jelmezbált az iskola egyik tanára nyitotta meg, majd megkezdődtek a felvonulások. A zsűri tagjai a gimnázium diákjaiból álltak, akik a produkciók ötletességét értékelték. A jelmezes bemutató után a beöltözöttek újra felvonultak a zsűri előtt. Ezt követően a zsűri visszavonult, majd pár perc múlva eredményt hirdetett. Ötödik helyezettek a 8. osztályos cukik lettek, a 4. helyre az egyénileg beöltözött pap került, a 3. helyen a vándor cirkusz végzett. Az első és a 2. helyezett között nagy volt a verseny. A boszorkányoknak varázslataik ellenére sem sikerült az első helyre kerülni, csak a 2. helyen végeztek. És hogy kik lettek az elsők? A felvonulást követően 7 órától 10 óráig táncolhattak a diákok a mai slágerekre, majd 10 órától éjfélig a Bodega Rock Band régi motoros feldolgozásain vezethették le a hét fáradalmait. A hangulat fergeteges volt.